1867 után Magyarország óriási tempóban fejlődött. Napról napra szemmel látható volt a változás az élet minden területén. Az ország iparosodott, a települések arculata egyre európaibb lett. A polgári élet modern igényeihez alkalmazkodott szinte minden. Vidéki városokban is nyíltak kávéházak, mulatók, éttermek, szállodák. Csúcsra fejlődtek a közművek. A vonathálózat által már a legkisebb településekre is el tudott jutni bárki az országban. A fürdőturizmus aranykorát kezdte élni. Bártfa, Szobránc, Berbi fürdő, stb. Mellett az újságokban feltűntek egy új, környékünkön az első igazi fürdőkomplexum reklámjai. Erdőbénye fürdő büszkén hirdette szolgáltatásait. A korabeli zempléni sajtóból elég sok minden megtudható a fürdő siker történetéről egészen a II. Világháború kitöréséig. Kis filmünkben a fürdő területén nyílt vendéglők és a fürdő bérlőinek, tulajdonosainak változásait próbáljuk meg végigkövetni a hátralévő részben. A források vizének gyógyhatását már az 1800-as évek elején felfedezték. Erről az első írásos említés 1831-ből való, ahol Mindszenty Dániel a tudományos gyűjteményben felsorolja az északkeleti országrész gyógyhatású vizeiről ismert településeit. A környék birtokosa észrevette, hogy nyomorék koldusok jobb közérzetről mesélnek, miután megfürödtek a földből feltörő forrásvízben. A környék urai a szirmaiak voltak 1802-től 1877-ig. Szirmai Ádám Zemplén vármegye táblabírája volt. A források köré az első kis kezdetleges fürdőfaházakat ő építette. 1828-ban letették az első hivatalosnak vehető alapkövet. Hamar rájöttek, hogy a forrásban üzleti lehetőség van, hiszen nagyon megnőtt az érdeklődés a Timsóban gazdag gyógyvizes terápiára, mely kiváltképpen a szembetegségekre volt jó hatással. A fürdőhely tényleges alapítója unokaöccse Ödön volt, aki az 1850-es években több vendégváró faépületet emeltetett a forrás területén, és a hozzátartozó 3000 hold erdőséggel együtt fürdőtelepet nyitott. Hamar híre ment a gyógyhatású fürdőtelepnek. Bálterem és vendéglő, zenés esték egészítették ki a gyógyszolgáltatásokat. 1876-ban a nyári időszakra külön postahivatalt nyitnak az előző években megnövekedett fürdő vendégszám miatt. Róth Ferenc, újhelyi kávés vendéglős veszik ki a vendéglőt, akinek konyhájára rengeteg panasz érkezik. Ezért júliustól új vendéglős veszi át a fürdőtelep vendéglátás részét. És azonnal Sátoraljóújhely első számú primását szerződteti le, Mányi Lajost. Az évek alatt tradicionálisá váló augusztusi erdőbényei Anna Bált is már ő rendezheti meg. A fürdőorvosi feladatkört dr. Schröder Gyula vállalta el. A fürdőtelepnek 1876-os szezonjában 349 vendége volt, 74-el több, mint az elmúlt évben. 4443 fürdő lett kiszolgáltatva. Ebből 266 szegény betegek számára ingyen. Kiválóan szép gyógyeredményeket értek el az idült, csúzos, köszvényes és női ivarszervi bántalmaknál. 1877-ben a Zemplén megyei Orvos-Gyógyszerész Egylet tavaszi gyűlését a fürdőben tartja, ahol előadásokkal telik a nap. Az előadók között van a fürdő akkori orvosa, dr. Schröder Gyula is. A fürdőben heti kétszer a sárospataki dr. Kun Zoltán is rendel. Ez az év ismét sikeres anyagilag, ódákat zengnek a lapok a szezonról. Ezekben az időkben az említett orvoskonferenciák szinte állandó vendége és előadója az 1836-ban született Csízer Kornél, akit 1861-ben Bártfa városi és fürdő főorvosául választottak meg. E minőségében 1869-ig működik, majd Zemplén vármegye tiszti főorvosa lett és Sátoraljóújhelyre költözött. A kormány miniszteri biztosaként érdemeket szerzett az 1872 és 73. évi Zemplén vármegyei kolera járvány leküzdésében, és 1877-ben könyvet írt orvosok és betegek számára az erdőbényei fürdő gyógyhatásairól. Az izraeliták körében is nagyon felkapott lett a gyógyforrás. Messze földről is érkeztek ide, ahol külön mikvéjük és kóser vendéglőjük is nyílt. 1879-ben Szirmai Ödön újsághirdetésben árulja a fürdőt, itt már érezni, hogy valami probléma van. A hirdetésből megtudható, hogy akkor 3 emeletes és 3 földszintes épülete van, összesen 60 szobával. A fürdőépületnek 19 szobája, összesen 26 javarészt, porcelánkáddal, továbbá magába foglal éttermet, konyhát, teraszt, jégvermet és pincét.
És szintén a lapokból tudhatjuk meg, hogy egy Bokor nevezetű vendéglős kibérelte a fürdőt, és 1880. május 1-jével megnyitja a nagy közönség előtt. A kimutatások szerint a vendégek többsége a Hajdúságból érkezett azon a nyáron. Az étteremben egész szezon alatt tokai zenekar játszott. Bokor így hirdette a fürdőt. Az erdőbényei fürdő megnyitása. Van szerencsém a tisztelt címzetes közönség tudomására hozni, miszerint az erdőbényei fürdőt 6 évre bérbe vettem, s minden igyekezettel rajta leszek, hogy ezen kitűnő gyógyhely, mely árnyas erdő közepén, kies és védett fekvésénél fogva légzőszervi bántalmakban szenvedőkre nézve sikeres klimatikus gyógyhelynek bizonyult, s melynek timsós vasgálicos forrása a csúzos köszvényes vérhiányon alapuló, s kivált női bajok ellen régóta fényes sikerűnek ismeretes. Fürdővendégek igényeinek megfelelőleg, kényelmesen és mérsékelt árak mellett jutányosan rendeztessék be. A fürdő május 15-én nyitatik meg. Vasútállomásai Liszka-Tolcsva és Bodrog keresztül, hol oda- és visszautazás jó úton kényelmes előfogatók által biztosítatik. A fürdő használata iránti utasítás és más közegészségügyi intézkedés céljából állandó igazgató fürdőorvosról van gondoskodva. Bőve felvilágosítással szolgál Bokor E. fürdőbérlő. Minden év áprilisában hirdetésekben kerestek a vendéglők üzemeltetésére vállalkozókat, mivel csak szezonális nyitvatartás volt májustól szeptemberig. A pályázaton nyertes vállalkozók anyagilag jól jöttek ki az adott szezonokból. A fürdőorvosi pozíció az egyetlen, ami nem változott évről évre, a kezdetektől dr. Schröder Gyula és dr. Kun Zoltán kettőse látta el ezt a tisztséget. Majd egy rövid időre a későbbi liszkai orvos dr. Tótelek lett az addigra már országos hírű fürdő állandó orvosa, és a századfordulótól a II. Világháború kitöréséig folyamatosan dr. Asztalos Kálmán. Az 1886-os szezon új bérlővel indul. Bayer Frigyes és Neje béreli ki a fürdőtelepet. Állandó orvosként ekkor jelent meg dr. Tóth Elek. Dr. Tóth Elek 1859-ben született Kisráskán. Tolcsván volt gyakorló orvos, és az itt született szlávi etelkát vette feleségül. Augusztus 1-én megrendezték a szokásos annabált óriási sikerrel. A fürdő immár az egész ország területéről vonzotta a vendégeket, akik méltán voltak elégedettek a bálterem díszítésén, melyet Führer Sándor, a fürdő fiatal pénztárnoka, Rozner Márton és Boldizsár Károly üzletkezelő készítettek el az ünnepségre. A zenét a Zabói Szántói Horváth Gyula ismert zenekara játszotta. Ekkora már professzionális csapat irányította a folyamatosan bővülő fürdőtelepet. 1887-ben Szirmai Ödön végleg tönkremegy és árverésen nevelt fia, dr. Ferenci Elek, császári és királyi kamarás, Zemplén vármegye tiszteletbeli főjegyzője, Eperjesi jogakadémiai tanár, földbirtokos tulajdonába kerül a birtok, a kastély és a fürdő, valamint a híres óriáspince bejáratának homlokzatán a Szirmai címerrel, és hirdeti a bérlési lehetőségét kedvező feltételek mellett. Dr. Ferenci Elek édesanyja Máriási Mária, férje halála után Szirmai Ödön neje lett. Érdemes megemlítenünk, hogy 1902-ben Sátoraljaújhelyen dr. Ferenci Elek alakította meg a Kazinczy kört, és szoros kapcsolatot tartott a város intelligenciájával. Így talán érthető, hogy az egynapos vendégek nagy részét a saújhelyi intelligencia tagjai alkották. 1888 nyarának végén Bayer Frigyes otthagyja az erdőbényei fürdő bérletét, és Nagyváradon nyer üzletvezetői állást. 1889-ben új bérlő veszi ki, Schwinger Sándor személyében. Pár nyarat marad, majd Ungvára kerül, és hosszú éveken át, mint fürdőtulajdonos működött a városban. 1890-ben Báró Waldbott Bassenheim Frigyes vette meg a teljes szirmai Ferenci birtokot, és a fürdőt is. Majd anyagiakat nem sajnálva, európai szinten újította fel a fürdőtelepet, mely onnantól kezdve élte igazi fénykorát. Olyannyira kedvelt és ismert lett a fürdő, hogy még további bővítésekre volt szükség. Sorra váltották fel az addigi faépületeket immár kőépületekkel. Az 1892-es itt rendezett orvosi konferencián ámulattal és a legnagyobb elismeréssel adóztak az ide látogató orvosok a fejlesztések láttán, melyek megvalósulásához a báró anyagiakban határt nem ismerő áldozatkészségén kívül dr. Kun Zoltán is hozzájárult szakmai tanácsaival és meggyőző erejével a báró felé. Az 1873-ban Sárospatakra került dr. Kun ekkor már országosan elismert orvosi szaktekintély volt.
Dr. Kun Zoltán orvosi működésének története nagy részben a Sárospataki Főiskolai Betegsegélyző Egylet és a Főiskolai Kórház történetével áll szoros kapcsolatban. Egyébiránt 1892-ben a fürdőorvosi feladatokat is ellátta Dr. Kun Zoltán. A vendéglőket az újhelyi Csernicki Mihály vezette. 1894-től hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánítják Erdőbénye fürdőt. A báró felújítja a fürdőhöz vezető utat, gyönyörű zöld sétányokat épített ki a fürdő területén, és megszaporítja a vendégházak számát. A vendéglőt 1894-ben és 95-ben is Steinhard Vilmos vezeti mindenki megelégedésére. Az ország legtöbb lapjában hirdetik szolgáltatásaikat, a fejlesztések pedig folyamatosak. A fürdőtelepen történt minőségi változásokról így számol be a Zemplén 1898 áprilisában. Erdőbénye fürdő. Vármegyénknek ebben a kiesen fekvő fürdőjében már az utóbbi években is az újonnan épült vendéglő, úgy szintén az új Hedvig és Urilak a fürdő vendégek kényelméről és jobb elszállásolásáról gondoskodtak. De a fürdő barátai e fürdőévadban is nagy meglepetésben fognak részesülni. Ugyanis Löherer Lőrinc doktor, vármegyei főorvos és a fürdőbizottság indítványára a fürdőtulajdonos a fürdőházat is megfelelően renováltatta. A múlt ősszel a nagyobb részt fából épült főépületet kőből épült alá építményig lerontották. Az 56 méter hosszú, a vármegyeházánál 6 méterrel hosszabb impozáns épület homlokfala előtt a földszinten 22 erdőbényei homokkőből faragott oszlopot látunk, melyek részint a fürdők oszlopcsarnokát képezik, s melyeken a középső előépítmény és mind a két szárny nyugosznak. Míg az első emeleten négy nyúlángdóroszlop az előépítmény oszlop tetejét tartja. Az új fürdőház a földszinten 20 kabint foglal magában kártfürdőnek. 5 helyiséget hidegvíz és villamos gyógyításra berendeztek. Továbbá ott van a fürdőorvos lakása, a gyógyszertár és az irodák is. Az első emeleten, melyhez 4 kényelmes kőlépcsőzet vezet, 30 lakószoba van, melyek teljesen újonnan vannak berendezve. A gőzkazán, valamint a víztartók, melyek azelőtt a fürdőházban voltak, most egy erre a célra épített gépházba helyeztettek el. Az izraelita vendéglő is eltávolítatott, és ennek helyébe egy szép helyen megfelelő nagy izraelita vendéglő épült verandával és a szükséges melléképületekkel. Végül egy nagy teremből álló úgynevezett parasztházat is építenek a paraszt vendégek számára. Az épületek Jenik Béla építész vezetése alatt még az ősszel fedél alá kerültek, úgyhogy a jövő fürdőévadra biztosan készen lesznek. Erdőbénye tehát ez idén már 25 fürdőhelyiséget, 2 vendéglőt mellékhelyiségekkel és 86 lakószobát fog vendégeinek rendelkezésére bocsájtani. Ennél fogva kívánatos, hogy a vasúti igazgatóság és a fürdőigazgatóság azt a kérelmét teljesítse, hogy a fürdőév alatt a gyorsvonatok is megálljanak Erdőbénye megállón, mert ezáltal az erdőben oly kiesen fekvő szép fürdőnek látogatottságát, valamint a vármegyénk székhelyéről a fürdőbe tervezett kirándulásokat is lényegesen megkönnyítenék. Európa összes ismert ásványvízzel elérhető a vendégek igénye szerint. Láb- és iszapfürdőn kívül tej, savó és szőlőgyógymódok is színesítik az igénybe vehető kezelések palettáját. A vendégek számára felépített épületeket fantázia nevekkel látták el, úgy mint Urilak, Hedviglak, Pestilak, Fürdőlak, Alföldilak, stb. Felújított kóser és magyaros vendéglő várja immár mérsékelt árakkal a vendégeket, melyek májustól szeptemberig tartó szezon alatt a kor jobbnál jobb zenekarait szerződtetik le a vendégek szórakoztatására. Könyvtár, céllövölde, olvasótermek mindenféle napi és heti lapokkal, tekepálya, saját kápolna is rendelkezésre áll igény szerint. Minden szezon legjobban várt eseménye az erdőbényei Annabál. A községben református és katolikus templom, valamint izraelita zsinagóga tudja kielégíteni a vallásos vendégek hitbéli igényeit. Az izraelita rituális fürdő a mikve Európában egyedülállóan, állandóan folyó gyógyforrásvízzel várja a látogatóit. Báró Wildbot Frigyes továbbvitte a tradíciókat, és jobbnál jobb bálokat, egyleti rendezvényeket vitt az erdőbényei fürdőbe, a szokásos Anna bálokon kívül Zemplén megyei orvos találkozók, vármegyei jegyzők találkozója, és még hosszan sorolhatnánk azon zenés-táncos rendezvényeket, melyek sikeréről folyamatosan beszámoltak a helyi lapok. Felsorolva cikkeikben
a megjelent főúri társaság névsorát. 1899. május 10. Felső Magyarországi Hírlap. Fürdő megnyitás. Az erdőbényei gyógyfürdő, melyet tulajdonosa Báró Waldbott Frigyes évről évre új építkezésekkel igyekszik a modern fürdők sorába emelni, folyó hó 22-én nyílik meg. A szezon végén a statisztika igazolja minden belefektetett energiáját, hiszen az elmúlt fürdőévadban 378, illetőleg családtagjaikkal 631 fürdővendég volt. 1902-ben az újságok már tudni vélik, hogy a fürdő üzemeltetését egy részvénytársaság kezébe adnák. Júniusban már tényként tudható, hogy egy főleg orvosokból álló gazdasági társaság üzemeltetné tovább a fürdőt. A jól értesült újságíró azt is közli, hogy 200 korona névértékű részvényjegyeket bocsájtanak majd ki. Erdőbénye településen ez év októberében avatják fel a Kossuth Lajos szobrot, melynek felállítási költségeihez több jótékonysági bált is rendeznek a fürdő nagy vendéglőjében. Erdőbénye ünnepeként emlegették a lapok címlapjukon az eseményt, és majd, hogy nem teljes lapszámokat szántak az eseményről készült beszámolók közlésére. Ezen az éven a vendéglők üzemeltetését egy nyíregyházi vendéglős nyerte el, Friedrich Hermann, de meglepetésszerűen májusban mégis Rózsa Ferenc budapesti vendéglős nyitja meg a szezont. Báró Waldbott Frigyes 1902-ben bérbeadja egy polgári foglalkozású társulásnak a területet. A társulás tagja dr. Asztalos Kálmán, a fürdő állandó orvosa. Dr. Szadai Asztalos Kálmán Hevesen született 1875-ben. Középiskoláit Rimaszombaton, főiskolai tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem orvosi karán végezte, ahol 1897-ben avatták az orvostudományok doktorává. Gyakorlati éveit Budapesten töltötte. 1899-ben Borsod Harsányon választották meg körorvosnak, 1900-ban lett Erdőbényen községi orvos és fürdőorvos, 1927-ben ment nyugdíjba. Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának, az állandó választmányának, a közegészségügyi bizottságnak tagja, a református egyház fő gondnoka, az alsó-zempléni református egyházmegye világi tanácsosa, az országos orvosszövetség igazgató tanácsának tagja, a megyei szövetség elnöke, a természettudományi társulat, az országos szőlősgazdák egyesületének a zempléni gazdasági egyesület tagja, a Furmint RT és a Tokaj-hegyaljai szőlősgazdák szövetkezetének igazgatósági tagja. 1903-ban költözik Erdőbényére Aszbej Gyula és családja. Az Aszbej család ismert volt a századforduló előtti kolozsvári és gyalui elegánsabb körökben. Gazdag vállalkozó volt, aki társadalmi feladatokat is magára vállalva adakozott minden ottani nemes, jótékony felhívásra. 1905 és 1906-ban tűnik fel a neve a lapokban, mint kereskedő Korompán, majd 1906-ban Kassán jegyzik be Micsnik Jánossal és Lukász Lajossal közös közkereseti társaság formájában működő csermeivölgyi vasárugyárukat. Aszbej Gyula jelentős méretű erdő és földbirtokkal rendelkezett már 1916 körül Erdőbénye környékén, és az erdélyből kitermelt ipari mennyiségű fát a térség minden újságjában hirdeti eladásra. De ne szaladjunk ennyire előre, Aszbej Gyulának még lesz szerepe későbbiekben a fürdő történetében. Az 1903-as Anna Bál teljes bevételét az évben Erdőbényén pusztító tűzvész károsultjainak ajánlották fel. A fürdő irányítását átszervezik, megalakul az Erdőbénye Fürdő Részvénytársaság főleg orvosokból. Elképzelhető, hogy Aszbej már itt betársult az RT-be, de erről pontos információink nincsenek. Minden háttéregyezkedés mellett a fürdő azért 1904-ben is megnyitja kapuit egy református bállal május 23-án. A vendéglőt Zilahi Pál egykori pincér vette át. A térség intelligenciája nagyon várja már az idei Anna Bált, melyre a legtöbb vendéget idén is újjaiből várják. Szeptemberben óriási, kellemes meglepetés éri egy újságcikkben a fürdőtelep állandó vendégeit, főleg az új helyeket. Erdőbénye a Zemplén és szomszédos vármegyék eme kedvenc fürdőjének nagy vendéglőjét, Bok Imre, előnyösen ismert saújhelyi vendéglős vette át. Bok Imre szaktársunk kitűnő szakavatottsága és széleskörű ismerete nem csak üzlete jól menetelét biztosítja, de egyáltalán a fürdőforgalmat is fel fogja lendíteni. A főpincéri állást Pipó János töltötte be. A megnyitóról szóló újságreklámjukból kiolvasható a felépítmények és a szolgáltatások bővülése. 1905. A fürdő idény május 28-án kezdődik és tart szeptember 15-ig.
Hatása gazdag vas és timsó tartalmánál fogva kitűnő a női betegségekben, sápkorban, idegbántalmakban, görvéikorban, reumatikus és köszvényes bántalmakban szenvedőknél. Kiváló klimatikus gyógyhely a légzőszervi bántalmakban szenvedőknél és a malarikus bajokban szenvedők részére. Gyógyhasználatára az újonnan felépült fürdőlakban 20 fürdőszobában 4 porcelán, 4 réz és 24 fakád van elhelyezve. Ezen kívül 4 kisebb szoba a hidegvíz gyógymódhoz rendezett be 2 káddal. 2 ülőkáddal, teljes zuhanykészlettel, izzasztókamrával, 2 pakolóágyjal és a villamos fürdőhöz szükséges készletekkel. Használható iszap, vasláp, sós és villámfürdők, masszázs, izzasztó, hidegvíz gyógymód. Ivógyógymódhoz mindenféle ásványvíz van készleten. A fürdő vendégek elhelyezésére 7 épületben, a hivatalos helyiségeken, a lakásokon kívül csinos berendezéssel, villámcsengővel ellátott 79 szoba áll rendelkezésre. Szórakozásra szolgálnak csinos ét, tánc, olvasó és női terem. Könyvtár, hírlapok, biliárd, társas és tornajátékok. Naponként 2-szer térzene. Terjedelmes, árnyékos sétautak, kápolna. Vendéglős Bok Imre sátora Jóújhelyről. Házi gyógyszertár, posta és telefonállomás helyben van. Sürgönyök Erdőbényére címzendők, ahol a táviróállomás van. Vasúti állomás a személyvonatokhoz Erdőbénye fürdő, gyorsvonatokhoz Liszka-Tolcsva állomás, ahonnan és ahová hatóságilag megállapított jutányos tarifa mellett bérkocsik közlekednek. Fürdőorvos Asztalos Kálmán dr. Erdőbényéről. Bőve felvilágosítással szívesen szolgál a fürdőigazgatóság. Egyre jobban alakul át a kor luxusának megfelelően a fürdő. Bénye egyéb területein szabadon feltűrő gyógyforrásokat a szegényebbek használják ingyen, bérmentve. Komoly zenei koncertekkel is szolgáltak az igényes vidéki vendégeknek. Az újhelyi hangszervirtuózok Olcsvári Aladár és Ernő gordonka és hegedűjátéka teljesen elbűvölte az ilyen alkalmakkor a hallgatóságot. Sajnos Bok Imre 1907-ben már nem vállalta a vendéglő vezetését, őt Kercsiki János ismert zempléni pincér váltotta, és a pünkösd ünnepeken már meg is nyitotta a vendéglőt. A főpincére Forgácsi János lett, ételhordóként Herz Marci lett alkalmazva. 1908-ban a vendéglő bérletét immár a jó nevű tokai vendéglős Strasser Hermann nyerte el. 1909 és 1910 nyarán Sárospataki vendéglős bérli ki a fürdő vendéglőjét Vég László személyében. 1911. augusztus 5. Felső Magyarországi Hírlap. Erdőbénye fürdő gazdát cserélt. Új tulajdonosa van az erdőbényei fürdőnek. E hónapokban Báró Váltbot eladta az erdőt és a fürdőt 100 000 koronáért Metzner András sárospataki földbirtokosnak. Még ugyanebben az évben az új fürdőtulajdonos Metzner András elhalálozik 74 éves korában. A vendéglőt újra Strasser vezeti, akit 1912-ben a sárospataki Friedfeld vált, majd 13-ban újra Strasser és 14-ben Irsai János. Báró Waldbot Frigyes tolcsvai nagybirtokostól egy erdőbényei konzorcium megvásárolta Erdőbénye határában lévő földjeit, parlagszőlőjét, rétjeit, kastélyát a tisztilakkal együtt 168 000 koronáért. A birtok 200 katasztrális holdnyi, amelyet 7 egyenlő részre osztottak. E régi Rákóczi féle birtok Urbéri Egyesség útján kihasítatott a határból, s azóta többnyire bérlők használják. A vétellel a birtok erdőbényei gazdák kezébe került. A kastély az erdőbényei hitelszövetkezet tulajdona lesz, ahol több népjóléti intézmény is otthont fog találni. Vélhetően a konzorcium mögött Aszbely Gyula és dr. Asztalos Kettőse állt. Kiváló üzletmenettel telnek az évek. 1916. február 6-án megalakul az erdőbényei hangyaszövetkezet, aminek alapító igazgatósági tagja lesz dr. Asztalos Kálmán. 1920-ban Aszbely Gyula és neje acélharangot adományoznak az erdőbényei református templomnak, nevüket a harangon felirat őrzi. 1921-ben a vendéglátós lapjának február 5-e számában a fürdőigazgatóság nevében Helfi Rezső hirdeti a szezonra, vagy esetleg 3 éves szerződésre a fürdő bérletét. Aszbely Gyula lányát, Klárát elveszi feleségül Orosz Barna 1927. november 25-én. Orosz Barna egyéb iránt a nyírbátori mozi tulajdonos fia, jó érzékenyül a fürdő üzemeltetéséhez, és e béli tevékenysége alatt még vonzóbbá és látogatottabbá teszi azt.
1938-ban immár dúsgazdag emberként sikeresen pályázza meg az akkor felépülő sátoraljaújjai vigadó bérletét, melyet elnyer és tapasztalatával pillanatok alatt Újhely első számú legkedveltebb vendéglátóhelyévé fejleszti. A 30-as évek végére és a 40-es évek elejére belevág a színház és a film bizniszbe Bánki Róbert barátjával, melynek idehaza a legbefolyásosabb személyévé válik kormányzati kapcsolatai által. 1928 és 1929 nyarán a vendéglők bérletét a miskolci Venesz János vitte. 1929-től féláru vonatjegyekkel lehetett Újhelyből a Bényei fürdőbe utazni. 1930-ban a lapok megszellőztetik, hogy 1 millió pengőért eladó az erdőbényei fürdőtelep. A sátoraljaújhelyi vigadó bérletét időközben elnyerő Venesz János a szezonban autóbuszjáratot indít Erdőbényére, Sátoraljaújhelyből. 1933-ban az ekkor már nyugalmazott községi orvos dr. Asztalos Kálmán az Erdőbényei Nemzeti Egység párt elnökeként vállalt társadalmi feladatokat. Felesége pedig a párt női szervezetének lett az elnöke a községben. 1934-ben a kormányzó dr. Asztalos Kálmán Erdőbénye fürdő orvosát a Magyar Királyi Egészségügyi Tanácsosi címmel tüntette ki. A II. Világháború és az államosítás vetett véget a fürdő addigi vezetési és működési formájának. Adottságait kihasználta az állampárt üdültetés céljaira. A debreceni városi tanács használta egyfajta pártüdlőként, majd a honvédség tulajdonába került és teljesen elzárták a lakosság elől. Aszbej Gyula Erdőbényén hunyt el 1945-ben, dr. Asztalos Kálmán pedig 1960-ban. Napjainkban gyönyörű szép állapotban, jól karban tartva a honvédség egyfajta kiképzési, oktatási és regeneráló központként üzemelteti, a mai kor luxusával berendezve azt. Bár úgy hírlik, a gyógyhatású vizet ők már nem használják.